A főváros környékén az alacsonyabban fekvő területeken ma reggelre már olvadás tapasztalható. Így többé-kevésbé helyreállt a közlekedés a 12. kerület érintett szakaszain. A Konkoly-Tege-Miklós út azonban továbbra is le van zárva. A magasabban fekvő területeken még mindig tart a jegesedés, ezért a Pilisi Parkerdő ZRT a teljes erdőlátogatási tilalmat érvényben tartja a Budai-hegységben. A Pilisi Parkerdő ZRT erdészei is, ahogy elhangzott, részt vesznek a balesetmentesítésben, veszélymentesítésben. A kollégáink részt vesznek az operatív törzsek munkájában, és oda irányítjuk a veszélyes fák kitermelésében járatos vállalkozóinkat, illetve eszközeinket, traktorokat, terepjárókat, motorfűrészeket, ahol arra a legnagyobb szükség van. A Pilisi Parkerdő ZRT területén 20 000 hektár erdőt érintett a jegesedés. A károk pontos felmérésére az erdészeti utak járhatóvá tételét követően a következő napokban, hetekben kerülhet sor. A hegyvidék felső részén több kis utcában szünetel még az áramellátás, de az áramszolgáltató szakemberei dolgoznak a károk elhárításán. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint pedig a 21-es és a 21A jelzésű autóbusz sűrűbben jár a tegnapihoz képest, valamint a buszok már felmennek a Normafa megállóig. Az eddig lezárt Budakeszi utat is megnyitották a közösségi közlekedés előtt. Vészhelyzet esetén továbbra is éjjel-nappal hívható a hegyvidéki rendészet 0630 623 99 73-as telefonszáma.